Az egyházmegye papjai, kispapjai, szerzetesei, nővérei vettek részt az olajszentelési szentmisén nagy csütörtökön a Szent Imre templomban. Annak a napnak az emlékezetére, amikor Krisztus az apostolait a papságban részesíti. Évről évre a krizma misében a papok közösségben ünneplik meg elhívásokat, újítják meg ígéretüket. Spányi Antal megyéspüspök szent beszédében elmondta, tele van a világ bizonytalanságokkal, furcsaságokkal, minden változóban van. Mi papok is sok bizonytalanságot tapasztalunk magunk között is. Nehezen találjuk fel magunkat a mai idők új kihívásai között. Szenvedünk, mert nehéz megszólítani a fiatalokat, akiket lekött a modern világ csapdákat rejtő sok technikai eszköze, és akiket összezavar a sok gonosz és hamis ideológia, hangosan terjesztett hamis állítása. Spányi Antal hozzátette, nehéz a papoknak lelkesen prédikálni, ha kevesen vannak a padokban. Nem könnyű úgy tartani a szentmisét, ha vasárnap is kevesen vannak a templomban. A papság keresi az útját és érzi a bizonytalanságokat. A nehézségek, amik időről időre új és újabb formákban jelentkeznek, legyőzhetők. De csak akkor, ha vannak megújulni kész, odaadott életű, elhivatott emberek közöttünk, akik életre tudnak állni a megújulásnak, legalább a maguk helyén, a saját területükön, plébániájukon. A főpásztor azt is hangsúlyozta, ha keressük a biztos egyházi tanítást, megbecsüljük a tradíciót, hiteles tanítással állnak a papok a társadalom elé, akkor megújul az egyház is. Így született meg az egyház is az apostolok lelkesedése, odaadó élete által.